Árvízi biztonság. Közel 2 kilométer hosszú gát épült Kisvarsányban. Az új töltés 50 családi házat és egy több száz éves református templomot is véd majd az árvíztől. Megújuló energiaforrás. Napelemeket telepítettek Geszteréden és Bökönyben. Az önkormányzatok ezzel évente akár 2,5 millió forintot spórolhatnak. Gyakorlatorientált képzés. A gépészmérnöki szakon 12 hallgató és 9 cég közreműködésével indítja el ettől a tanévtől a duális képzést a Nyíregyházi Főiskola. Közel 2 kilométer hosszú gát épült Kisvarsányban, mintegy 900 millió forint európai uniós és hazai támogatásból. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A községnek a legutóbbi gátszakadás több mint 80 millió forintos kárt okozott, ezért pályáztak a beruházásra. Az új töltés 50 családi házat és egy több száz éves református templomot is véd majd az árvíztől. A vásárosnömény melletti Kisvarsányban évek óta problémát okoztak a magasabb árhullámok, ezért is döntöttek az új gát építése mellett. A két fordulós projekt még 2009-ben indult, a tervezés és előkészítés után pályázati támogatást kapott a község. Közel 900 millió forintos beruházás ez az árvízvédelmi töltés. Ez mind Európai Uniós forrásból 100%-ig támogatott volt ez a töltésrész. Majdnem 2 kilométer hosszú, és ezen ugye, mint ahogy látjuk, egy útburkolat is megvalósult, amelyikben tehát akár egy sétányt is ki fogunk tudni majd később alakítani. A gát a község ófalui részén 500 családi ház, több mint 100 lakosát és egy 18. században épült műemléki védettségű református templomot véd ezentúl. Az átadáson Tilki Attila országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg megfelelő az árvízvédelmi helyzet, de folyamatos fejlesztés alatt áll. Megépült a Szamosklasznak az víztározó, átadás előtt van a Beregi víztározó, megépült a ez a gátszakasz, ami Kisvarsánynak az ófalusi részét védi, és tervezés alatt van a szatmári részen több kisebb víztározó, nincs más lehetőség. Ezt azért mondom így, mert néha persze azért tiltakozással is szembe találja magát a mindenkori kormány, de ahhoz, hogy meg tudjuk védeni az embereket, ahhoz gátat kell építeni, és a gátakat nem csak mi építjük, hanem a határfolyó szakaszon azért az ukránok is elvégzik a töltésépítést, tehát a már megépített gátaknál is töltésmagasításról is kell majd beszélnünk a közeljövőben. A kisvarsányi új töltés csatlakozik a Tisza fő védvonalának gátrendszeréhez, ami a vízügyi szakemberek szerint teljes védelmet nyújt majd a várható árhullámok ellen. Összesen mintegy 80 millió forintos támogatásból telepítettek napelemeket Geszteréden és Bökönyben. A napelemekkel az önkormányzatok évente akár 2,5 millió forintot spórolhatnak, de a környezet tudatos nevelésre is szeretnék felhívni a figyelmet. A jövőben 6 milliárd forintos pályázati keretösszegből számos hasonló beruházás várható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Geszteréden a művelődési ház tetejére helyeztek napelemeket. A rendszer kiépítésére az önkormányzat támogatást igényelt. Ez a Keopos pályázat beruházása 35,5 millió forintból valósult meg, ami 2014-es pályázat volt, de 2015-ben került kivitelezésre. Ez egy napelemrendszer, villamos energiát állítunk elő, ami azt jelenti, hogy környezetkímélő technológia, ezzel 2-2,5 millió forintot spórolunk meg évente, de még az, hogy megspóroljuk, akkor a környezetünket még nagyobb szinten tudjuk védeni, az utódainkor bárkire gondolva, ez csak úgy látom, hogy előrefele nézés, mert megújulni kell mindenkinek. Bökönyben is a hétvégén zárult a projekt, a napelemek felszerelésével az önkormányzat plusz jövedelemhez is jut majd. A beruházásnak összértéke 45 millió forint, közel 45 millió forint, amiből az önkormányzat 14,3 millió forinttal támogatta. Ez egy nagy volumenű beruházás, mivel 50 ezer kilowattot termel éves szinten, ez havi szinten olyan 4000-4200 kilowattot, holott ennek az épületnek csak 1000 kilowatt a fogyasztása, az elektromos áram fogyasztása, így a többit az E.ON fogja átvenni, visszavásárolni az önkormányzattól.
Az átadó ünnepségen elhangzott, a beruházásoknak a környezettudatos nevelésben is nagy jelentőségük van. A környezettudatos nevelésnek a felcsillantása, mert hogy 50 tonna széndioxidtól mentesítjük a környezetünket, és az a helyzet, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Én nagyon remélem, hogy a többi önkormányzati épületre, intézményre is rákerülnek a napelemek, és egyre több családi házon, gazdálkodói épületen, gazdaságon láthatunk majd napelemeket, hasonlóan Németországhoz. A térségben több helyen is zajlik hasonló fejlesztés, például Nyírbogáton, Piricsén és Nyírbélteken. A közeljövőben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat terület és település fejlesztési operatív programja is lehetőséget ad hasonló beruházások megvalósítására. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen a területi és település fejlesztési operatív programban a jövőben különböző intézkedésekben több mint 6 milliárd forint értékű ehhez hasonló beruházás valósul meg. Két szempontból fontos, egyrészt a környezeti ártalmak csökkentése miatt, másrészt pedig az egyes önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek energiaszámláján is meglátszik ennek a beruházásnak az eredménye. Az Európai Uniós pályázatok segítségével akár fűtőtelepeket is kialakíthatnak majd az önkormányzatok, ami az energiatakarékosság egy másik formája. A gépészmérnöki szakon 12 hallgató és 9 cég közreműködésével indítja el ettől a tanévtől a duális képzést a Nyíregyházi Főiskola. A felsőoktatási intézmény egyéb műszaki szakok duális rendszerűvé történő átalakítását is célul tűzte ki. Ezt egy közel 240 millió forintos projekt keretében valósítja meg a főiskola. Egy 500 vállalatot megkérdező kutatás kimutatta, a cégek úgy vélik, még a nyelvtudásnál is fontosabb a munkatapasztalat egy-egy fiatal munkavállaló esetében, ám a legtöbb egyetem vagy főiskola eddig nem biztosította a diákok még munkába állás előtti gyakorlatszerzését, ezért is szükséges a duális képzés erősítése, így a Nyírduál című uniós támogatottságú projekt. A Nyíregyházi Főiskola képzési és szolgáltatási szerkezetének fejlesztését elsősorban a nagy gyakorlatigényű szakok átalakítását, valamint a diákok tanulását, továbbtanulását segítő szolgáltatások bővítését tűzte ki célul a felsőoktatási intézmény a projekt keretében. Három típusú duális képzés van Magyarországon, a győri, az alaegerszegi és a kecskeméti. Nyíregyházi Főiskola képészmérnök vonatkozásban a kecskeméti képzés preferálja, hiszen struktúrájában úgy néz ki, hogy 13 hét elmélet, 7 hét gyakorlat, újra 13 hét elmélet, 15 hét gyakorlat. Így a hallgatókkal folyamatosan megvan a kontaktus, természetesen a teljes képzés során. 2015. szeptemberétől bevezetjük gépészmérnök vonatkozásban ezt a képzést, 12 hallgatóval és 9 céggel. A közlekedésmérnöki, a mezőgazdasági gépész és mezőgazdasági mérnöki szakon pedig a 2016-17-es tanévtől vezetik majd be a duális képzést. A főiskola továbbá együttműködik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskoláival is, tehetséggondozó érettségire és felvételire felkészítő tanfolyamokat szerveznek majd. Roadshow-kat szervezünk, kimegyünk a középiskolákba, ahol viszünk szemléltető eszközöket, elviszük magunkkal a duális képzésben résztvevő vállalati partnereinket, hogy első kézből tudjanak arról, hogy mit jelent a vállalati partnernél dolgozni, milyen előnyei vannak ennek a képzésnek, milyen jó lehetőségek rejt ez magában. Tehát egyrészt szeretnénk, ha minél több középiskolás bejutna a duális képzési rendszerbe, és ezt követően pedig szeretnénk őket támogatni abban, hogy benne is maradjanak. Tehát olyan felzárkóztató kurzusokat, szakmai nyelvi, angol nyelvi kurzusokat szervezünk, képességfejlesztő kurzusokat, amelyek elősegítik, hogy el is tudják végezni a tanulmányaikat a képzési idő alatt. A rendezvényen a Nyíregyházi Főiskola kancellárja Kvanc József kiemelte, jelenleg 304 ezeren tanulnak a hazai felsőoktatásban. A kormányzati cél pedig az, hogy 2020-ra már a résztvevők 8%-a a duális rendszerben tanuljon. Az ENSZ segítségére lenne szükség a migráns helyzet megoldásához, mondta a Jobbik Magyarországért mozgalom országos alelnöke Schneider Tamás a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján.
A politikus hozzátette, a Jobbik több mint egy éve javasolta a déli határ melletti kerítés megépítését az ország védelme érdekében. Schneider Tamás szerint a környező államok felelőtlen politizálása miatt veszélyes a jelenleg nagy számban érkező bevándorló tömeg. Van olyan ország, ahol 1950-ben 2 millióan éltek, és várhatóan 2100-ra 102 millióan fognak élni. Tehát ez egy óriási feladat elé állítja szerintem az egész földgolyót, de leginkább Európát, amely felé egy migráns hullám elindult, hiszen láttuk az elmúlt napokban, hogy most már ezrek, sőt tízezrek érkeznek minden egyes nap Európába, akik úgy gondolják, hogy itt próbálnak érvényesülni, vagy munkát találni, vagy nagyon sokan csak a szociális támogatások miatt próbálnak eljutni Európába. Mentési gyakorlatokat tart a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság társszervek bevonásával. A vásárosneményi szimulált tragédiát hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok összesen. A szív világnapján Nyíregyházán főként az életmódváltást, a több mozgást, a dohányzás elhagyását és az egészségesebb táplálkozást népszerűsítették. Megszerezte harmadik bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Sós Imre együttese az NB2 8. fordulójában a Budaörsöt fogadta, és 3-1-es félidő után 4-2-re verte ellenfelét. A tabellán jelenleg 8. helyen álló Kisvárda vasárnap a második Mezőkövesd otthonában lép pályára. Egy határon átnyúló együttműködés keretében tart mentési gyakorlatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a közös munka erősítése érdekében 5 társszervezettel. Az Európai Uniós projektben 3 különböző helyen több katasztrófa helyzetben gyakorlatoznak a szakemberek. Egy személygépkocsi parkolás közben véletlenül belecsúszott a Tiszába, egy ember meghalt, egy megsérült, egy utast pedig elsodort a víz. Ezt szimulálták legutóbb a szakemberek a mentési gyakorlaton Vásárosnaményban, amelyet egy határon átnyúló projekt keretében rendeztek meg. Egy Európai Uniós pályázaton belül megvalósuló gyakorlat. 5 civil és 2 hivatásos testület közös pályázatáról van itt szó, egy ekópályázatról, ami tavaly indult. Első állomásaként Csengerben volt egy árvízvédelmi gyakorlat, és ez a második szakasza a projektnek. Itt egy vízből való mentés történik. A projekt harmadik részeként jégről való mentést hajtanak majd végre a szakemberek. Ilyen helyzetekben a mentőszervezetek mellett a Vöröskeresztnek is fontos szerepe van. Első segélynyújtást biztosít, főleg az önkéntesei segítségével, de nyilván a saját csapataival is, valamint pszichológiai segítségnyújtást ad a hozzátartozóknak, akiket azért, ha például egy balesetben valaki elhunyt, akkor az bizonyára nagyon felzaklatja, és a megnyugtatásukra sok energiát kell fordítani, hiszen hogy ne zavarják a izguló és kesergő, gyászoló hozzátartozók a mentők munkáját, tehát ezért őket segítségben kell részesíteni, és ha lehet, akkor a baleset helyszínétől, ahol a mentés folyik, kicsit távolabb kell vinni. Egy hasonló tragédia után a Vöröskereszt akár napokon vagy heteken át is foglalkozik a hozzátartozókkal, hogy könnyebben tudják feldolgozni a tragédiát. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok összesen. A szív világnapján Nyíregyházán főként az életmódváltást, a több mozgást és a dohányzás elhagyását, valamint az egészségesebb táplálkozást népszerűsítették. Orvosi tanácsadással és szűrésekkel várták az érdeklődőket a Szív Világnapján Nyíregyházán. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára és a megelőzésre hívta fel a figyelmet. Az eseményt évek óta szeptember utolsó vasárnapján rendezik meg világszerte. Ugye a napjainkban nagyon fontos az egészségmegőrzés, és ugye figyelni arra, hogy egészségesen éljünk, egészségesen táplálkozunk. Ez egy olyan nap, amikor ugye megnézhetik az idejövők, megmérethetik a vérnyomásukat, a vércukorszintjüket, meg lehet nézetni a testtömegindexet, ugye Magyarország első helyen jár gyakorlatilag majdnem az elhízás terén.
akkor lehet haskörfogatmérést, vannak orvosaink, akik tanácsokkal el tudják látni az ideérkezőket, és tudnak nekik életmódbeli tanácsokat adni, esetleg magas vérnyomásban, vércukorszint, ha magasabb vagy alacsonyabb, hová forduljanak, mit lehet ezzel ellen tenni. A szervezők véleménye szerint nagyon fontos, hogy az emberek szembesüljenek egészségi állapotukkal, és ha szükséges, változtassanak az életmódjukon. Sok esetben rejtett társbetegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség derülnek ki az ilyen szűrőnapokon. Kezdtük a bejelentkezéssel, utána a vérnyomásmérés és a, hát itt a különböző sátrakban a vércukorszint. Szerencsére jó eredményeket mutatott, úgyhogy egyből ehettünk almát, meg fagylaltot, és utána mentünk a kardiológushoz, mert egy kis szív probléma van, és a doktor úr nagyon vesésen elemezte a dolgokat. Amióta a József András Oktató Kórház szívcentrumában napi 24 órában működik a katéteres beavatkozás, a felére csökkent a tragédiával végződő infarktusos esetek száma. Itt évente átlagosan 1500 katéterezést végeznek el, emellett működik a rizikó szakrendelés, ahová azokat várják, akik ebben a betegség csoportban a családi halmozódás miatt érintettek lehetnek. Délutántól egészen éjfélig robhatta a táncot az a több mint 180 táncos, akik részt vettek az első nyíri folk maratonon a nyíregyházi főiskolán. A fellépő 3 néptánc és 20 népzenei együttes gondoskodott a jó hangulatról, így az érdeklődők a régió és az ország neves táncegyütteseivel, zenészeivel táncolhatta át a fél napot és fél éjszakát. Ez ötlet 2010-ből való, amikor az utolsó diplomahangversenyeit rendeztük, az akkor végzős népzenetanárszakos hallgatóknak. Ugye ezt tudjuk, hogy 1991-ben a Nyíregyházi Főiskola volt az országban az első, ahol a népzenetanár képzés felsőfokra emelkedett, és a Bologna folyamattal ez egy kicsit átrendeződött. És akkor, 2010-ben tettem egy olyan kijelentést a búcsúztatón, ha még egyszer a Nyíregyházi Főiskolán lesz népzenetanárképzés, azt megünnepeljük méltóképpen, hát itt vagyunk. Megszerezte harmadik bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Sós Imre együttese az NB2 8. fordulójában a Budaörsöt fogadta, és 3-1-es félidő után 4-2-re verte ellenfelét. A tabellán jelenleg 8. helyen álló Kisvárda vasárnap a 2. Mezőkövesd otthonában lép pályára. Nagyszerűen kezdte a meccset a hazai csapat, a 4. percben Lázár lövésébe Koszta tette bele a lábát, és a labda a budaörsi kapu bal alsó sarkában kötött ki. 2 perccel később egy védelmi hibát kihasználva Cseri ugrott ki, majd önzetlenül Erőshöz passzolt, aki 2-re növelte a várdai gólok számát. Nem kellett sokáig várni a 3. találatra sem, a 12. percben Cseri, Kornutyák, Erős volt a labda útja, és a csapatkapitány 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A vendégek a 40. percben veszélyeztettek először, Csillag lövése viszont a szépítés jelentette a Budaörs számára. A 73. percben Papp talált Iváncsics kapujába, így izgalmas lett a hajrá. A mérkőzés a hosszabbításban dőlt el, amikor a 91. percben Rajci értékesítette a saját magától kiharcolt büntetőt. Beleestünk egy kicsit abba a hibába, hogy ott rá akartunk ülni az eredményre, holott végig biztattuk a játékosokat, hogy csinálják. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ugye feljött az ellenfél, talált gólok voltak, igazán kidolgozott helyzetük nem volt. A Sós igazságtalansága lett volna, hogyha ezt a mérkőzést a csapat nem tudja megnyerni. A 2 gólos Erős Gábor szerint tökéletesen bevált a mérkőzésre kidolgozott taktika. Az volt megbeszélve, hogy az első pillanattól kezdve nekünk menjünk, és megpróbálunk minél hamarabb gólt szerezni. Azt azért mi se gondoltuk volna, hogy 12 perc alatt sikerül 3-at. Utána egy picit úgy tűnt, mintha megnyugodott volna a csapat, és ez, sajnos ez picit meg is bosszulta magát. De az a legfontosabb, hogy a végén sikerült még egy gólt szereznünk, és így azért azt gondolom, hogy még hogyha az eredmény nem is azt mutatja, de igazság szerint én úgy gondolom, hogy maga biztosan megnyertük ezt a mérkőzést. A vendégek edzője csapata szépítése után még bízott a pontszerzésben. Ilyen szinte nincs is. Tehát amiből a gólokat kaptuk, hogy az első lövés szerintem a buszunkat találta volna meg, és akkor onnan megpattant, az bement a kapunkba, majd a másodiknál ugye elcsúszott a jobb oldali védőnk. A harmadik gól szép egyéni megoldás volt ugye az Erős Gabitól, de amikor az első gólunkat ugye megrúgtuk, akkor én abszolút úgy gondoltam, hogy úgy fogunk kijönni a második fél időbe, hogy ezt a mérkőzést megpróbáljuk még legalább döntetlenre hozni.
A forduló további eredményei: Soroksár-Szigetszent Miklós 4-0, Szeged Mezőkövesd 0-1, Sopron Zalaegerszeg 1-2, Gyirmó Dunaújváros 2-0, Ajkasi Jófok 2-1, Szolnok Balmazújváros 3-0 és Csákvár Vác 2-1. A tabella élén a 17 pontos Gyirmót áll, megelőzve a szintén 17 pontos Mezőkövesdet. A 11 pontjával 8. Kisvár a következő fordulóban Mezőkövesden lép pályára. A kézilabda NB1B-ben a férfiaknál ismét győzött a nyíregyházi KC. Varga Zsolt együttese a Kecskemétet verte 28-24-re. Vereséget szenvedett viszont a Nyírbátor. A Békés 26-19-es sikerrel távozott a bátori csarnokból. A hölgyeknél a kisvárdai KC hazai pályán 31-25-re múlta felül a Nyíradonyt. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Közel 2 kilométer hosszú gát épült Kisvarsányban, mintegy 900 millió forint európai uniós és hazai támogatásból. A községnek a legutóbbi gátszakadás több mint 80 millió forintos kárt okozott, ezért pályáztak a beruházásra. Az új töltés 50 családi házat és egy több száz éves református templomot is véd majd az árvíztől. Összesen mintegy 80 millió forintos támogatásból telepítettek napelemeket Geszteréden és Bökönyben. A napelemekkel az önkormányzatok évente akár 2,5 millió forintot spórolhatnak, de a környezettudatos nevelésre is szeretnék felhívni a figyelmet. A jövőben 6 milliárd forintos pályázati keretösszegből számos hasonló beruházás várható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A gépészmérnöki szakon 12 hallgató és 9 cég közreműködésével indítja el ettől a tanévtől a duális képzést a nyíregyházi főiskola. A felsőoktatási intézmény egyéb műszaki szakok duális rendszerűvé történő átalakítására is célul tűzte ki. Ezt egy közel 240 millió forintos projekt keretében valósítja meg a főiskola. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn. A legfrissebbekkel keddeste jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnaptól javul az idő, a térségünktől délkeletre elhelyezkedő légörvény tovább gyengül és lassan távolodik, így holnap napközben már szárazabb, de hűvös léghullámok érkeznek felénk északkelet felől. Éjjel még többnyire erősen felhős lesz az ég, kisebb esőzápor előfordulhat, az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét második felében már több lesz a napsütés, a hétvégén ugyan lehetnek felhősebb időszakok, de akkor is csak szorványosan alakul ki zápor, esetleg zivatar. Az átlagosnál hidegebb idő után a hét második felében fokozatos melegedés várható. A vencelnapi időjárásból már a következő tavaszra tekintettek előre elődeink. Ha ezen a napon esik, akkor szép tavaszunk lesz. Ahányszor fagy vencelnapja előtt, annyiszor fagy majd Jakab, vagyis május 1-e után.